Sziasztok, jó napot kívánok, gyertek, üljetek be ide a vezető ülésbe. Jobban van, én beülök helyettetek, megpróbálom esetleg megmutatni ezt a Mitsubishi Karizmát. Ez egy 98-as autó, 1.6 benzin, 9 lóerős motorja van, és már is megpróbáljuk az autót beindítani. Ez természetesen sikerül, és minden elektromos dolog, ami ebben hibát mutatna, az elalszik, tehát az ABS-ünk, a légzsákunk és a motorcsekk is kialszik egyből, ahogy beindult az autó. Szépen veszi a fordulatot, tehát egész mérges a kis motor benne. Szervokormányunk van ugye, illetve 4 darab légzsákunk van jobbra-balra, illetve az ülésekben is van, úgy lesz a 4 darab, illetve van egy jó kis Sony rádió, egy nagyon hibátlanul üzemelő manuális klíma, egy digitális óra, egy 5-ös sebességváltó, ez pedig a vezérlő egysége a zenénknek. Ezen kívül állítható a fényszóró magasságunk, az elektromos tükrünk és 4 darab elektromos ablak, innen balkész felől állítható az üléslapunk is, egyben van rendesen az autó, és az a kormány oszlop magassága is állítható. Ez a fehér színű járgány, hoppá, centrál zár, ez mindig bezár, mert van benne egy ilyen védelem, úgyhogy nagyon figyelni kell rá, hogy nehogy benne hagyjuk a kulcsot. Itt hátul fejtámlák, illetve szép plüskárpit is az autónkban. A gumik azok nagyon jó állapotúak, nem kell kicserélni biztosan, a karosszéria pedig teljesen korrekt állapotú, nem korodált sehol sem, és nincsen szanaszét verve, meg karistolva, meg húzva. Egy bal lökhárítón találtam egy pici húzásnyomot, de szerintem az elenyésző ilyen korban még, remélem, hogy ez így van. A csomagtere óriási, akár 2 hullát is bele tudunk tenni, hogyha éppen ehhez van kedvünk, és hogyha vannak barátaink, akik a kedvenc zenéket akarják betenni, akkor ide a CD 10-es CD-tárba bele lehet tenni a kedvenc lemezeinket, koncertó is éppen azt teszi bele, ami neki tetszik. A jobb oldala is tökéletesen egyben van, szélvédő épp, nem repet, nem kavicsos, és a motorja pedig fantasztikusan, csendesen teszi a dolgát. Ezt most így nem fogom megmutatni, mert nem nyitottam ki, várjuk az érdeklődőket, gyertek be hozzánk, itt lehet meghallgatni még közelebbről ezt a kis motorhangot, és ki is lehet próbálni természetesen. Gyertek be hozzánk, a viszontlátásra!